Jó estét kívánok, kedves nézőink! Önök a Kultúrkorzót látják, szeretettel köszöntöm Önöket. Tavasz van, sőt nem sokára itt a nyár, úgyhogy javában benne vagyunk a fesztivál programokban. A mai műsorunkban is egy ilyen fesztivál programról fogunk beszélgetni, méghozzá a Pünkösdi Fesztiválról. Szeretettel köszöntöm a stúdióban vendégünket, Püski Viktóriát, az EGRI Kulturális és Művészeti Központ közművelődési szakemberét. Köszönöm, hogy eljöttél hozzánk. Jó estét kívánok, szeretettel. Május 23, május 24, május 25, három napig várjátok az érdeklődőket majd a Máraiba, illetve a Szépasszonybölgybe. Hogyan készül egy szakember, amikor Pünkösdre szervez programokat? Mi alapján válogattatok? Hát elsőként az a tapasztalat, hogy ugye ez háromnapos ünnep. Ezen az ünnepen azért nagyban számítunk az idegenforgalomra, a turisztikára, tehát elsősorban ott pedig a családokra. Tehát azt tudjuk, hogy a városban lévő emberek is, illetve azok, akik a városba érkeznek, elsősorban családi programokat szeretnének látni. Azt is nagyon jól tudjuk, hogy körülbelül mi az a pénztárca, ameddig nyúlhat tulajdonképpen egy-egy programnál a történet. Azt is tudjuk, hogy milyen körülbelül az összetétele, azért tapasztalat elmúlt két évben azért az Eszterházy téren megrendeztük, és azért körülbelül tudjuk, hogy mire van igénye az embereknek. Ami nagyon fontos számunkra, hogy ugye mivel önkormányzati intézmény vagyunk, plusz összegeket is kapunk az önkormányzattól, és nagyon sok ingyenes rendezvényt is bele kell raknunk, hiszen azért az embereknek a pénztárcája és az igénye, az lássuk be, sajnos ma egyre inkább a felé megy, hogy elég sok olyan igényes, de szép programot és ingyenes programot nyújtsunk, ami mindenki számára kikapcsolódás. A harmadik, hogy ugye eddig tavaly előtt mi a Szépasszony, illetve az Eszterházy téren rendeztük, idén pedig a Szépasszonyvölgyet választottuk. Egyrészt ugye ott van nekünk a Márai Központ, ami ugye az EGRI Kultúrás és Művészeti Központ fennhatóság alá tartozik, hogy így fogalmazzak, illetve megfogalmazott az igény is, mind az ottani borászok, borosok, borospince tulajdonosok, mind pedig az önkormányzat részéről, hogy oda is szervezzünk minél több programot, hiszen nagyon szeretnek az emberek kimenni. Turisztikában is azért észrevettük azt, hogy egyre több ember jön oda, tehát a másik az, hogy aki Egerbe érkezik, az óhatatlanul kihagyhatatlan számára a Szépasszonyvölgy, tehát azért ott is biztos, hogy kell emiatt programokat csinálni. A másik, illetve a harmadik pedig, hogy amikor szép idő van és jó idő van, nagyon jó levegő van kint, hatalmas tér van, ahol tényleg lehet rendezni nagyon sok szép látványos programot, és meghálálja a közönség ezeket a történeteket. Sőt, ha már azt mondtad, hogy családokat vártok, azért is vonzó lehet, mert ha jól tudom, ugye nem olyan régen kiépült egy fantasztikus játszópark. Tehát így a gyerekeket is el lehet ereszteni, ha lehet ezt mondani. Na, nézzük akkor naponként, jó? Tehát, hogy melyik nap milyen programokkal várjátok, ugye a családokat, tehát egész a nagyon kicsiktől, akár az idősebb korosztályig is. Így van, hogyha már játszóparkot említetted, akkor ezzel is kezdjük, hiszen 23-án szombaton 10 órától fog nyitni majd a játszópark, és oda az intézmény által elkészített óriás játékokat is ki fogjuk vinni, tehát plusz azon kívül, amik vannak magában a játszóparkban, játékelemek, emellé még azért mi óriás játékokat is kiviszünk. Az a tapasztalat, hogy az adventre készítettük el ezeket a játékokat, és azóta mindig újítjuk fel őket, illetve újabbakat próbálunk bevonni, hogy nagyon-nagyon szeretik. És érdekes, hogy nem csak a gyerekek, hanem a szülők is. Tehát ők is nagyon... Mit jelent ez az óriás? Óriás játék, ez azt jelenti, hogy nagyobb méretű játékok vannak, tehát hogy ahogy az adventnél is mindig kiraktuk a dobótérre, hogy össze lehetett rakni óriás hóembert, vagy óriás puzzle-t össze lehetett rakni, illetve van egy... ilyen diótörőnk, ami nagyon jó családi szórakozás, mert anyuka, apuka bedobálja a diót, a gyerek meg próbálja összetörni, és ez is hatalmas közös játékélmény. Azon kívül van még másik három vagy négyféle puzzle-ünk, ami mind a Márai Központban, mind azóta már elkészült, illetve ilyen óriás lépegetők, tehát különböző ügyességi játékokat is bevonunk ebbe. Illetve a kollégáim mindig kitalálnak valami trükkös, jó kis fordulatos játékot is, amivel a gyerekeket megpróbálják bevonni ezekbe a játékokba, és ez még élményszerűbbé teszi tulajdonképpen az együttjátszást, a családdal való együttjátszást. Úgyhogy ezt mindenkinek nagyon ajánlom, mind szombaton, mind pedig vasárnap egyébként erre lehetőség lesz a játszóparkban. Te egyébként milyen korosztályt vártok főleg?
Már a játszóparkos részhez. Igazándiból itt magát a játszóparkot, azt 3 éves kortól szoktuk ajánlani, 12-15 éves korig. Ami a meglepő számunkra, és nagyon sokszor a felnőtteknek kell mondanunk, hogy arról a játékról bizony jó lenne, hogyha lejönnének, mert igazándiból az ő súlyukat már nem bírja el, hiszen van egy hatalmas kígyó, ami meg van csinálva hintának, és azt például a felnőttek is előszeretettel szokták játszani. De inkább azt szoktuk mondani, hogy azért 12 éves korosztályig magabiztosan lehet használni. Ami még szintén jó, hogy ott tényleg el lehet ereszteni a gyerekeket. Tehát egy domboldal, le lehet ülni ott a szülőknek, akár piknikelni is lehet, mert ugye asztalok is vannak, és tényleg a gyerek élvezheti a levegőt és a jó időt. Sőt, ha viszik nagymamát, nagypapát, vagy egy kicsit idősebb korosztályt, akkor a következő program szerintem nekik szól leginkább, ez pedig a nóta, a magyar nóta kap majd teret. Igen, majd hát egy különleges karaoke lesz, ez egy nóta karaoke lesz, ahol amit egy hát ilyen magyar nótákból, népdalokból, operettekből, régi filmslágerekből tettek össze, és egy Tordai Zoltán vezetésével egy cigányzenekar lesz fönt a színpadon, ugyanakkor Csengeri Attila színész-énekes hangulatmester vezetésével pedig ki lehet próbálni magát ténylegesen a karaokét. Tehát ki lehet választani egy magyar nótát, egy operettet föl lehet menni a színpadra, ugyanúgy föliratozva lesz, és a maga az együttes fogja játszani a zenét alá, tehát bárki kipróbálhatja magát, hogy milyen az, amikor ő a színpadon áll és énekel, és hát őt nézi a közönség tulajdonképpen. Egy jó pohár bor mellett. Abszolút, igen. Csináltatok már ilyet? Volt már korábban? Nem, ez az egy ilyen Fehér Zsombor kollégám látta ezt, és ő mondta, hogy próbáljuk már ki, mert szerint ez egy nagyon eredeti és nagyon jó ötlet. Illetve a másik az, hogy ugye magában a völgybe pedig, hát nóta nélkül lehetetlenség meglenni, ezt valljuk be, és ugye nagyon szeretik az operettet is, tehát úgy gondoltuk, hogy maga a helyszín, ez pedig a nagyon megkívánja azt, hogy igen, itt ide megszervezzük ezt. Aztán utána folytatjátok egy kicsit könnyedebb műfajjal, vagyis hát a nóta is könnyű, inkább azt mondom más műfajjal. A Budapest Bár, aki egy nagyon neves zenekar, és nagyon, nagyon közkedves stílust játszó zenekar, ő lesz a vendég. De előtte beszélgetés is lesz velük, ha jól tudom. Így van. Arra gondoltunk, hogy ha már eljönnek hozzánk az énekesek, ha már maga a Budapest Bár is eljön, akkor egy kicsit vonjuk már be őket abba, hogy megmutathassák ők is magukat, illetve beszélgethessenek. És ehhez egy beszélgető partnert kerestünk, és találtunk Lévai Balázsnak a személyében, és rögtön a karaoke után a szabadtéri színpad részen lesz egy beszélgetés, ahol a Budapest Bár 4 énekese, név szerint azért elmondanám, hogy a Behumi Dóri, a Kereti András, a Rutkai Bori és a Szűcs Krisztián jönnek majd most a Budapest Bárral énekelni, és ő velük, illetve hozzájuk csatlakozik még Csengeri Attila, velük fog beszélgetni Lévai Balázs tulajdonképpen a borról, a zenéről, ami úgy adja magát, a pünkösdről, így van. A pünkösdről, és az 7:30 lesz majd, közvetlenül a Budapest Bár koncert előtt. Azért is gondoltuk, egy kicsit felvezető is magának a koncertnek is, egy kicsit jobban megismerjük az énekeseket is, hiszen ők is nagyon ismertek, és mindannyiuknak nagyon jó neve van, de ugye tudjuk azt is, hogy van jó pár más énekes, aki a Budapest Bárral énekel, esetleg közkedveltebb, de úgy gondoljuk, hogy ők is nagyon-nagyon jó énekesek, és ő miattuk is nagyon érdemes. És hát maga a Budapest Bár együttes, akik ugye a 20-as éveknek a nosztalgiáját idézően különböző számokat fognak nekünk énekelni, régi magyar dalokat. És azért is választottuk őket, mert úgy gondoltuk, hogy ez a korosztály, aki szereti ezeket a dalokat, ők is nagyon ritkán vannak megszólítva. És ez az a zene, amit úgy éreztünk, hogy itt a 30 évestől egészen a 70 éves korosztályig minden réteg nyitott erre a stílusra, és ezért is próbáltuk ezt a zenei irányzatot is, hogy próbáljunk egy tágabb kört megszólítani a pünkösd alkalmával, hiszen családokról is szó van. És amikor már a családok, a nagyszülők, a gyerekek hazavonulnak, akkor viszont a kamasz fiataloknak is találtatok programot.
Ez mi lesz pontosan este 10-től? Így van, egy utcabál zárja majd ezt a napot. Ez szintén a szabadtéri színpadon lesz. Ez mindig nagyon kedvelt volt egyébként a régi pünkösdi hagyományokban is, hiszen nagyon jól tudjuk, hogy este azért mind a kamaszok, mint pedig a főiskolás korosztály szokta ellepni idézőjelbe a völgyet, és hogy úgy gondoltuk, hogy azért nekik is adjunk már egy szórakozási lehetőséget. Így DJ Peti fog egy nagyon jó kis diszkót csinálni nekünk éjfélig. Ő egri egyébként, és már többen találkozhattak még annak idején, amikor az Ifjászba dolgoztam, ő csinálta mindig nálunk a diszkókat is, és nagyon jó diszkók voltak. Ez lesz szombaton. Mi vár ránk vasárnap? Ha jól látom, vasárnap 10-től szintén a gyerekeké lesz először a terep. Így van, mind a játszóház, a játszópark, amit már említettünk, illetve itt a Márai Látogatóközpontnak a kollégái különböző kézműves foglalkozásokat fognak majd tartani. Terveink szerint, és ha jó idő lesz, akkor a ház előtt. És az a tapasztalat, hogy bejönnek mi nagyon sokan a házba is, de ezért sokkal látványosabb, hogyha kivonulunk a ház elé, és ott próbálunk meg mindenféle dolgot csinálni a gyerekeknek. Nagyon szeretettek és közkedveltek egyébként, elmondanám, ezek a kézműves foglalkozások. Tehát mind a húsvétból is adódóan, mind a Egri Csillag Fesztiválkor is csináltunk, és nagyon szeretik a családok. Együtt leülnek anyuka, apuka, kézműveskednek, ha anyuka még ezt nem tudta, akkor megtanulhatja. Tehát itt különböző technikák vannak, tehát most is volt legutóbb dekupás technikától kezdve, ilyen könyvjelzőket készíthettek a gyerekek dekorgumiból, tehát el is papírsárkányt, azt nagyon szerették például a gyerekek, tehát hihetetlen egyszerű régi játékokhoz is visszanyúlva, és tényleg nagyon sokan magát a sárkányt megépítve, ugye leszaladtak a domboldalról, és tényleg lepült a sárkány, és a gyerekeknek az öröme az nagyon jó volt. Úgyhogy ilyen pici örömöket szeretnénk a családoknak is visszacsempészni a mindennapjaiba, és ezt hála Istennek nagyon szívesen is fogadják, és nagyon nagy szeretettel meghálálják nekünk azzal, hogy rengetegen visszatérő vendégeink ezeken az alkalmakon. Ha már pünkösd, nem maradhat el népi hagyomány felélesztése vagy fenntartása. Ezen a téren milyen programot kínáltok? A Lajta László Néptánc Együttes a nagy segítségünk ebben, akik ugye az egyik intézményünkben, a Bartakovics Béla Közösségi Házban működnek. Őket kértük meg arra, hogy állítsanak már színpadra egy ilyen pünkösdi királyválasztást, amit nem csak egy alkalommal, hanem a nap során, vasárnap többször is 11 órától, 13 órától és 15 órától is megnézhetnek. Háromszor választotok, egy király. Egy király, így van. Ez úgy kell elképzelni, hogy ők toboroznak is, tehát a Szépasszony völgy elejéről elindulnak, végigvonulnak nagy csinadrattával, zenekarral, a tekergő zenekar szokott nekik mindig ebben nagy segítséget nyújtani, és egészen a színpadig föl fognak majd vonulni, ott pedig egy táncot fognak majd előadni, egy 20 perces kis műsort, aminek keretében úgymond megválasztják a pünkösdi királyt, akit ugye népi hagyományok szerint ilyenkor választanak meg a falvakban, városokban, és az a fiatal ember, aki a legerősebb, legügyesebb, és kiállja a próbákat, akkor egy éven keresztül gyakorlatilag ő viselheti a pünkösdi király címet. Akkor fiúk, apukák, nagypapák, figyelem. Így van, így van. Jó. Viszont ez a nap sem marad zene nélkül, bár már ugye említetted, hogy itt a pünkösdi királyválasztás egy zene kíséri majd, de lesz koncert is, méghozzá Kolompos együttes. Róluk mit lehet tudni? Ők már elég régóta egy népzenei hagyományokon alapuló nagyon igényes és nagyon jó zenét adnak. Tavalyi évben az Eszterházi téren szintén fölléptek. Nagyon-nagyon szerették a gyerekek őket, és úgy gondoltuk, hogy azért Az a magas kultúra és az igényesség, amit egy kicsit azért szeretnénk közvetíteni, mint intézmény az emberek felé, a családok felé, ők abszolút mértékben ezt képviselik. És úgy gondoltuk, hogy idén is szeretnénk őket meghívni, mert annyira jó hangulatú, vidám, nagyon jó kis dalokat játszottak tulajdonképpen, hogy úgy gondoltuk, hogy idén ők lesznek a visszatérő vendégeink. Ha jól látom, ugye említettük az imént a Budapest Bárt, ők lesznek vasárnap a fő program, de szombaton, viszont vasárnap este tartogatok, méghozzá nem más, mint a KFT-t. Így van, a KFT-t, Korhátott Feleségi Társaság. Ők is pár évvel ezelőtt a Magyar Dal napján már vendégeink voltak, és nagyon megszerettek bennünket, és úgy gondoltuk, hogy már régen voltak Egerbe. Úgyhogy szeretnénk őket megint vendégül látni, és ők is az a kategória, mint a Budapest Bár, hogy
gyakorlatilag az én korosztályomnak a fiatalságát idézi föl. Ugye ezen a zenén nőttünk föl a balatoni nyáron, stb. Tehát mi nagyon-nagyon szerettük, jártunk koncertekre is. Viszont a fiatal korosztályt is valamilyen szinten megérinti, és a tőlünk idősebb korosztályt is. Tehát ők is az a tág kategória, ami miatt úgy gondoltuk, hogy igen, érdemes lenne őket ismételten meghívni egy nagy koncert, egy élő nagy koncertnek a keretén belül. És azért akkor is nagyon sikeres volt, szerette az EGRI közönség tulajdonképpen a KFT-t a Magyar Dalnapján is, és azért gondoltuk a kollégákkal együtt, hogy ismételten hívjuk meg őket, és adjunk lehetőséget nekik arra, hogy bemutatkozhassanak ismét Eger közönsége, illetve hát a Egerbe látogató turistáknak a számára. Ez este 8-kor lesz, ha jól látom, vasárnap este 8-kor. Nézitek már az előrejelzéseket, milyen idő várható? Igen, pont ma volt egy megbeszélésünk, és mondtuk, hogy jó idő lesz, tehát mi mindig azért szoktunk B-verziót, hogyha mi van, ha eső. És de mondtuk, hogy nem. Nem, természetesen, mivel a koncertek szabad, tehát bent vannak a Máraiba, ugye az fedett, tehát azok mindenképpen meg lesznek tartva, és természetesen azért vannak B-variációs lehetőségeink is, hogy abban az esetben, hogyha valamilyen rosszabb idő lenne, akkor megpróbáljuk átrakni, és más helyszíneken, de szép azt, hogy mi adjon belül megcsinálni. Ami nekünk a negatív tapasztalat egyébként, hogy az eső visszariasztja az embereket attól, hogy kimozduljanak. Tehát ez egy picit gátja egy ilyen szabadtéri rendezvénynek, ez a drukk az egészbe. De az előrejelzések azt mondták, hogy napsütéses idő lesz, nagyon szép, nagyon jó idő lesz, és mindenkit szeretettel várunk innen szép asszonyvölgyben. Milyen tapasztalatotok egyébként? Mennyire ismerik már, mennyire szeretik már a Márai központot? Tehát tavalyi év volt ugye az, ami az első évünk volt, gyakorlatilag ez a próbaév. Most a visszajelzések alapján egyre többen telefonálgatnak, kérdezik, hogy milyen programok lesznek még ebben az évben, miket szervezünk oda. Amit látunk, hogy ugyanúgy igény van a családi programokra, tehát a húsvétunk is nagyon-nagyon jól sikerült, hatalmas érdeklődés volt iránta. Most ugye az EGRI Csillag Borfesztiválba társszervezőként részt vettünk, itt is nagyon sok család kijött egyébként, tehát féltünk attól, hogy egy picit visszariadnak, hogy lezárjuk a völgyet, és úgymond belépő díjas lesz, de úgy gondoljuk, hogy ez a kedvező jegyár miatt is, illetve az, hogy 4 óráig bárki bejöhetett, ezt nem vettük észre. Itt az idő volt az, ami egy picit ellenünk dolgozott, bár május 1-én nagyon szép időnk volt, és akkor bizony több mint 2000-en kint is voltak a völgyben, tehát azért ez egy elég jelentős szám, én úgy gondolom. Amit nézt, azt is tudjuk, hogy mik azok a koncertek, amikre igény lenne, tehát azért próbálunk egy pici vékony mesdjén lehet csak dolgozni, úgymond. Mi az, amire érdeklődés van, mi az, amire kijönnek tulajdonképpen az emberek, hiszen azért ne felejtsük el, hogyha valaki ki szeretne jönni a völgybe, akkor vagy autóval tudja megtenni, vagy taxival, vagy a bátrabbak bevállalják a gyalog utat. Vagy kisvonattal. Így van, egyébként ezt is nagyon szeretik. Tehát mi azért volt már úgy, hogy a kisvonatosokkal is kötöttünk ilyen szerződést, és akkor ők hozták ki az embereket. Tehát próbáljuk azért őket is bevonni ebbe a történetbe. De azt vettük észre ettől függetlenül, hogy azért kezdik megszokni most már az egriek, az Eger környékiek kezdik keresni, illetve hát azért azt ne felejtsük, hogy volt egy múltja ennek a szabadtéri színpadnak, például az Edda koncertek, amik minden évben visszatérnek, idén is augusztus 7-én lesz Edda koncert, tehát ezeket azért el is várják idézőjelbe, hogy így mondjam, el is várják tőlünk a közönség. És hát, ahogy mondtad, ideális helyszín a családi programoknak, tehát így gondolom, van. Ez a későbbiekben is így lesz majd. Igen. Köszönöm szépen, hogy elhoztad nekünk ezeket a programokat. Kedves nézőink, látogassanak ki, tehát május 23-án és 24-én a Márai Központban. Most pedig egy kiállítással folytatjuk, nemrég nyílt Demeter Pál és Kállai László kiállítása. Erről nézzenek meg egy bejátszást. Szeretjük ezeket a fotóinkat, kedveljük, mert olyan körülmények között készültek, amelyek valamilyen oknál fogva felejthetetlenek számunkra. Bizonyára mások is emlékeznek a sok száz és ezer fotó elkészítésének helyszínére, esetleges nehézségeire, és azokra az örömteli pillanatokra is, amikor meggyőződhetünk a helyes adatokon alapuló expozíciónkról, vagy a véletlen szerencsére. 1975-ben vásároltam az első fényképezőképemet, és akkor gyakorlatilag rabja is lettem.
Igazából fotósnak kb. 85-86 óta tartom magam, amikor nem csak fényképeztem, hanem én magam hívtam elő a filmeket, meg készítettem a papírképeket is, vagy az iskolának a laborjába, vagy otthon a fürdőszobába, hogy ezt szoktuk csinálni. És Egerbe kerülésem után pedig bekapcsoltam a Heves megyei Fotóklubnak a munkájába, amelyet 2002 óta én is vezetek. Mindegyik képhez valamilyen élmény kötődik. Gyakorlatilag, ha nyilvánosan megkérdeznek bennünket, akár engem, vagy akár a társamat, hogy melyik képhez mi kötődik, akkor rögtön tudjuk mondani, hogy hol készült, még azt is milyen fényképezőgéppel, milyen körülmények között, mert mennyit szenvedett vele az ember, míg megcsinálta ezt a képet, vagy könnyen ment. Vagy esetleg valami ilyen, mert ilyen is van, hogy véletlen sikerült, hogy ilyen jó lett. A legrégebbi az 2001-be készült. Gyulán készítettem, a legfrissebb képem az pedig tavaly október-november tájékán készülhetett. A fotózásom kívül tulajdonképpen az életem az három pont közé csoportosult, a munka, a család és a fotózás. Fotózáson belül, hát a fényképezésre most egy kicsikét kevesebb időm van, de mellette ott van a klubnak a vezetése, a programok biztosítása, a programok szervezése, és jó két éve belekezdtem egy fotótörténeti munkába, kutatásba. Eger fotótörténetét dolgoztam fel 1850-től 1914-ig, gyakorlatilag kézirattal kész vagyok, aztán itt most ilyen majd úgy gondolom a nehezebb része a dolognak. Az analóg vagy a digitális technika áll közelebb? Most már a digitális. Nehéz volt megszokni, mi először nem ismertünk, féltük egy kicsit tőle, akik meg próbálták ezt nekünk elsajátítatni velünk, azok nem jó módszert választottak, egy kicsit óckodtunk tőle, de most már azt kell mondani, hogy ez a jövő, és hogy a fényképezőgép gyártó cégek miket tudnak még produkálni a jövőt, illetően azt el se lehet képzelni. Bár itt a kiállításokban mind a két kategóriából analóg képpel készített képek és digitális képpel készített felvételek is. Digitálisan készült képekhez esetleg utómunkában hozzá szokott nyúlni? Igen, hozzá kell nyúlni. Tehát aki azt mondja, hogy nem nyúl hozzá, az tódít vagy szédít bennünket, hozzá kell nyúlni. Mindig van olyan dolog, amit le lehet hagyni róla, vagy alakítani egy kis tónus módosítást. Itt most nem arról van szó, hogy oda nem illő valamiket illesztek be a képbe, hanem magát a képet igyekszem javítani. Tehát addig, míg a képen én javítok ezzel a dologgal, jobbá teszem, addig van lehetőség, meg van jogosultsága a beavatkozásnak, mert én azt szoktam mondani, hogy egy festő is beleavatkozik a képbe, mert ha én együtt vagyok egy festővel, ő lefesti egy szép kis templomot, ami tele van környező telefonvezetékekkel, villanyvezetékekkel, ő kihagyja ezeket a vezetékeket. Nekem ott van, mert a vezeték is visszaveri a fényt, és az látszik, azt nekem utólag kell kiszedni. Ő meg már előzőleg nem teszi rá. Tehát mind a kettő módosítunk. Mivel itt a Bródy Sándor könyvtárban meglehetősen kevés kép fér ki, azért döntöttünk úgy, hogy a kedvenc képeink közül válogatunk, és így ezek számunkra mindig emlékezetesek, olyan helyszínen és olyan események történésében készültek, ami örök életünkben megmarad. Kisgyerekkorom óta fotózok. Volt az életem során egy 20 éves szünet, míg a gyerekek fel nem nőttek. Ezt követően kapcsolódtam be a fotózás intenzíve szakába, és most, hogy nyugdíjba mentem, most értem oda, hogy legnagyobb örömömre a fotózásba azt tudom csinálni, amit akarok, és ehhez egy nagyon kellemes, kedves családi háttér is társul. Melyik áll önhöz közelebb, az analóg technika, vagy inkább a mai korhoz közelebb álló modern digitális? Hát az analóg technikára nagyon kellemes emlékeim fűznek, de meg kell, hogy mondjam, a digitális technika már évek óta sokkal jobb minőséget produkál, és maga az előállítás lehetőségei, az expozíció úgymond olcsósága és gyorsasága, ez mindenképpen a digitális technika felé viszi a primet, még annál is inkább, hogy a számítógépes feldolgozás lehetőségei sokkal jobbak. Ezek a képek azért a digitális korszakban készültek, tehát az elmúlt 10 évnek a termései.
Nagyon sok képünk van, tehát sajnálatos volt, hogy nem tudtuk kitenni. Tervezünk majd kiállítást még, ahol pótoljuk ezt a hiányosságot. Eddig a természetfotók uralták a képmezőnyét, most már nagyon sokat fotózok különböző szociófotókat, zsánelfotókat, portrékat, sportot, és megmondom őszintén, hogy az egyik kedvenc témámmá vált a tánc. Annál is inkább, hogy a táncba az elmúlt másfél év alatt több nemzetközi kiállításon is kiváló eredményt sikerült elérni, és ennek nagyon örültem. A tánc műfajai között esetleg tesz különbséget, vagy a tánc önmagában kedvenc témaként szerepel önnél? Hát nem teszek különbséget, mert a mozgás örömét szeretem mindig megjeleníteni. Én nagyon szívesen fotózom a népi táncot, a klasszikus táncokat, és egyik nagy vágyam az, hogy a balettról is készítsek olyan sorozatot, amit szeretnék. Kedves nézőink, ennyi volt már a Kulturkorzó. Én kollégáim nevében is köszönöm a figyelmüket. Várom önöket a jövő hónapban is újabb programokkal. Viszontlátásra!